Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim Krisztusban, november elején emlékezünk mindazokra az emberekre, akik már ebből a földi életből elköltöztek az örökké valóságba. November 1-én minden szentek ünnepén minden megdicsőült szentre emlékezünk, másnap november 2-án halottak napján pedig az összes elhunytat belefoglaljuk az imádságainkba. Mi a közös ebben a két napban? Egyrészt az arra tanít bennünket, hogy a földi élet mulandó. Tehát, hogy ne pusztán erre a földi életre rendezzük be az életünket, hanem hitünk szerint éljünk. Harmadik Gergely pápa, ahogy írja a direktórium, ezt a napot engesztelésül a Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak, földkerekségen elhunyt minden tökéletes igaz embernek emléknapjává tette, mint ahogy a Szent Péter Bazilika egyik oratóriumát erre a címre szentelte föl. 9. Gergely pápa, aki 827-től 844-ig ért, helyezte november 1-ére az ünnepet, minden szentek ünnepét. Szent Bernát így tanít, a szentek nem szorulnak rá a tiszteletünkre, semmit sem ad nekik magasztalásunk. Csupán a mi javunkra válik, ha róluk megemlékezve tiszteljük őket. A tisztító helyen szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő, írja továbbá a direktórium, aki a november 1 és 8-a közötti napokon áhítatos lélekkel temetőt látogat, legalább lélekben imádkozik az elhunytakért. Miért fontos megemlékezni róluk? Azért, mert egy nagy családba tartozunk, méghozzá az Isten nagy családjába összetartozunk. Mindazt a tudást, amit, mindazt a hitet, mindazt a jóságot és a szeretetet, amit ők átéltek és megéltek, azt tapasztalhatjuk mi a saját életünkben, és azt adhatjuk tovább az utánunk jövő generációknak. Ezért fontos, hogy mindig tisztelettel forduljunk mindazok felé, akik már az örök mennyei boldogságban vannak, akiket ismerünk név szerint, és meg is emlékezünk róluk külön-külön is, és november 1-én minden szentek ünnepén pedig együtt, mindannyiukról, mindazokkal együtt, akik számunkra névtelenek és a mennyei boldogság örömében vannak. De fontos, hogy imádkozzunk az elhunytak lelki üdvéért, mindazokért, akik még a tisztító tűzben vannak, hogy ők is a mi közbenjárásunk, mi imádságunk által a mennyország örömébe juthassanak mielőbb. Az Úr Jézus Krisztus tanítása szerint igyekszünk berendezni az életünket feltámadásba vetett hittel. A történelem során számtalanszor ki vagyunk téve a világ csábításainak, megpróbáltatásainak, mint ahogy a mai modern világban is a tengeren túlról egyre jobban betör ez az új fanatizmus, a Halloween, a halloweeni jelmez beöltözés, ami nem keresztényi gondolkodásmód. Mi nem töklámpást készítünk, hanem gyerteát gyújtunk elhunyt szeretteinkért, imádkozva értük az örök boldogságukért. Mi nem jelmezbe öltözünk, hanem a lelkünket öltöztetjük díszbe, a szentmisén való részvétellel értük imádkozva, hogy reményeink szerint egykor majd viszont láthatjuk őket az örök boldogság örömében. Az evangélium szavait idézve, amikor Jézus a hegyi beszéd végén említi a sziklára épített ház példáját, fontos az, hogy ne széltől lengetett nátszál módjára minden divatnak, minden irányzatnak hódolva éljük az életünket, hanem legyünk szilárdak, határozottak és kitartóak a keresztény életben minden kísértés ellenére is. Hát, hogyha így éljük az életünket, a hegyi beszéd gondolatai szerint
mint a sziklára épített ház, akkor az Úr Jézus lesz az, aki meg fog tartani bennünket. És általa tudjuk megvalósítani azt, amit szintén ő mond a hegyi beszédben, hogy úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy látva jó tetteiteket, magasztalják mennyei atyátokat, jel leszünk a világban, ami felhívja az emberek figyelmét arra, hogy nem kell minden új és szépnek és jónak tűnő hamis értékeknek behódolni, hanem kitartsunk hittel, reménnyel és szeretettel a krisztusi tanítás mellett. Azt mondja az Úr Jézus, hogy a kicsiben hű, az a nagyban is hű. A kicsiben hűtlen, az a nagyban is hűtlen. Legyünk hűek Krisztushoz a kicsiben, a mindennapok kicsijében. Abban, hogy azt keressük és valósítjuk meg a családjainkban, a házastársunkkal, a gyermekeinkkel, szüleinkkel, testvéreinkkel és minden emberrel, amit az Úr Jézus Krisztus tanít. Ezért kérjük minden szentek ünnepén az összes megdicsőült szentet, a számunkra ismerteket és ismeretleneket is, és reményeink szerint előttünk elhunyt szeretteinket is, hogy ők is közöttük vannak reményteli szívvel, hiszen ők is emberek voltak, és Isten kegyelméből a saját korukban helyt tudtak állni, hogy mi is helyt tudjunk állni a mai világban Istennek tetszően, és egykor majd az ő boldog társaságukban dicsőíthessük együtt a Szent Háromság egy Istent. Amen.